Na, mint láthatjátok, új stúdióba, azaz Haciendába kerültünk. Innentől más a hely, de a tartalom ugyanaz. Írjátok meg kommentben, hogy mennyire tetszik az új hely. Ha pedig nem, hát akkor meg mindegy, mert akkor sem tudok visszaköltözni. Intro után a híreink. Törtek fel belőled olyan érzelmek, hogy elmegy a wifi és hasba rúgnál valakit? Biztos nem ti bajterek, nem vagytok ilyenek. No, de Marcaliban a wifi hiánya marcangolással végződött. Na hát a gazdász. Agrárcsemete. Paraszt. Jó, hát paraszt, igen. Bement a hivatalba elektronikus ügyeket intézni, azt nem elment a net. Érteni vinné be, hogy harsinó kukorica az buffering. Ügyintézés közben wifi hiány lépett fel, és ezt nem másképp kezelte, mint hogy hasbarúgta a polgármestert. De csak miután szája kiszáradását gátló folyadékjával arcon permetezte, elköpte. Agressziójának mi volt, hogy egy picit fura, hiszen valljuk be, azért nem a mindennapi munkavégzéshez szükséges eszköze. Eszközét vették el. Valószínűleg azért lehet ez zavos a gazda, mert ha késik a bevallással, akkor bizony kivágják a TS-ből. Ja, hogy ti már nem tudjátok, mi ez a TS. Nyugi, Mise anyám mesélte. Jó, a területi szalmázásról van szó. Tojást lopott egy meleg pingvin pár. Sajnos több társadalomban, így a pingvin társadalomban is tiltott a meleg házasság, illetve sajnos tiltott tovább a homoszexuális párok tojás adoptációja. Dotti és Zee már 10 éve vannak együtt, és úgy döntöttek, hogy elegük van a szabályozásból. Csak két pöcsös megbugázta másnak a tojását. Dotti és Zee csibész rablása zseniális volt, hiszen a tojásokat kövekkel helyettesítették. Kettőket a pingvin társadalom nem kultiválta, így a gondozóknak ki kellett emelni őket a biztonságuk érdekében. Gyertek ide, puja lopók, mert szét lesz csipkedve a hátsótok. Egyébként tök fun fact, hogy több mint 450 állatfajnál vettek észre homoszexualitásra utaló jeleket. No, de az akkori Viktoriánus értéken nem engedte ennek a felfedését. Nézd, Zoli, két kolibri egymás melvívóját nyalogatja. El nem mondod, hogy... Sokan azt gondolják, hogy mexikóiakkal csak falat lehet építeni, közben meg létrehoztak egy felhőt, amiből tekila esik. Mondanom sem kell, hogy az esőtáncok száma megnövekedett az országban. Ne, esik az eső, nem akarok! It's raining, hallelujah, it's rain. De amúgy ez full tudomány. Az eszköze egy ultrahangos párásító, ami olyan rezgésbe hozza a tekilát, hogy az látható köddé válik. Ezt bevezetik egy műanyag tartályba, ahol gőzzel keveredik, és így alakul ki a felhő. Valljuk be, hogy ez szebb látvány, mintha Nutella eső esne. Szar. Őrből logó felhőkarcolót építenek, mehettem fölé. Na de hogy mi ez az egész? New Yorkban a Cloud Architecture Office tervezőiroda építészeti koncepciója Ostap Rudakevics nevével fémjelzett. Anna nem a torony olyan felhőkarcoló projekt, amit ezen a világon még nem láthattunk. Megőrülsz olyan! Mert hogy a marsi telepeket is tervező faszi azt mondta, hogy egy meteora fogja felfüggeszteni a Hosszanti Haciendát. Ostap Rudakevicske nem csak a levegőbe beszél, nem csak leakből kapott ötlet, az enyém is jó volt, hanem komoly számításokat tett arra, hogy ez mind kivitelezhető legyen. És ott van a meteor, és ott van az épület, akkor annyira nem fogja leúzni a gravitáció, hogy leessen, mert én kiszámoltam. A matematikus innovatőr tényleg kiszámolta a Universal Orbital Support Systemet. Mi lenne, hogyha egyszer megtanulnánk angolul? Amúgy megjátszuk a hülyét, nem tudom, hogy megvan-e. A cikkben még olyanokat is olvastunk, hogy geoszinkron, meg excentrikus, meg pálya. Mondjuk azt mondjuk, hogy tudom. De hogy szállsz fel rá? Most érted, pont a föld felett 20 centig felírasz, hogy kinő egy vakontúrás, akkor beakad a szélre. Mindenban így hopp! Beakad a vége. Beakad a vége? Szóval tudja a halál, hogy működik, de nagyon menő terv. Sehogy se értem. Nagyon fontos, hogy több tech hír nem lesz, mert hát egyáltalán nem értünk hozzá. Múlt heti videónkban arra kértünk benneteket, hogy milyen fura kifogásokkal próbáltok valami alól kibújni. Ez van, mint ezt írjátok a kommentben. Ami a legjobban tetszett, elbalázsolás írta... Nem, Balázs Tóth. Tóth Balázs? Vagy elbalázsolás? Gondolom Balázs. Balázs írta, Balázs írta, hogy tudjátok miről beszélek, kifogás az volt, hogy azt hittem Buffy jön csak. És mi jött? Miért? Jó, yeah! Igen, de... Igen, de szar! Nem értjük, mire gondoltál, úgyhogy ő nyerte meg a hajót! Egy hajót! Most már tudjátok, milyen mércét kell megütni nálunk, hogy azt a színvonalat átcsapva a hajóbirtokosok legyetek. Hajó! Balázs, szeretnénk átadni a hajót, úgyhogy majd privátba próbáljunk meg e-mailezni, hogy mikor tudunk találkozni. No, de nagyon tetszett még Bognár Boglárka kommentje, és úgyhogy őt külön díjban fogjuk részesíteni. Külön díj pedig az, hogy a neve itt fog villogni a képernyő alján egy kicsit. Köszi, ennyi elég volt. Ennyik voltunk már a Bájterek pacsi, és ne feledjétek, ezentúl minden szerda este találkozunk. Gyertek, iratkozzatok fel, csatlakozzatok, és legyetek ti is Bájterek, mert egyedül nem megy. Ketten. Mármint, hogy ketten nem megy.
Te is kell. De hárman sem megy azért. Meg mehettem fölé. Basz meg. Hát ezt sejtettem. Hát bocsi. Egyet sikerült, csak van még ebben.